Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabi Nyó vagyok, srácok, akkor Treasure Hunt Simulator, vágjunk bele, mert most történik egy kis szarakodás, úgyhogy most már itt az egyet tényleg a kincsvadászatnak. Na szóval, Bavarian Lake, itt vagyok jelenleg, és már be is jelzett a kis detektor. Aha. Jó felemegyek. Itt a falahol. Igen, de hol? Valahol itt lesz. De hol? Gyerekek, ott van. Na nézzük. Na azt mondja. Egy kis ásás következik, gyorsan. És akkor találtam valamit. Ez most mi lesz? Egy öreg tű. Nagyon jó, tisztítsuk meg. Na hát, aki érti az angolt, az most ez el tudja olvasni. A lényeg az, hogy 17. vagy 18. századra lehet datálni ennek a tűnek a készítését, úgymond. Oké, hát igen, ez jó lenne egy magyar nyelv még mindig. Itt pedig egy kis történelmi leírás a tűről, hogy az első tűt már 50.000 évvel ezelőtt is használták. Bocsánat, vagy 61.000? Afrikában? Igen, a legkorábbi dokumentált tű. 61.000 éves. Na hát egy kis történelmi dolog. Amúgy tök jó lenne ez a játék tényleg magyarul, mert az ember egy csomót tanulhatna belőle. Na de akkor ez most ennyi volt. Hát ez csak 11 dollárt ért, szóval ez nem egy Steam kulcs, tehát nem ért Steam kulcsot, úgymond. Igen. Egyébként amikor tegnap előtt játszottam ezt a játékot, hogy utolérjem magam, ugye az előző stream végére, úgymond, olyan bugok voltak, hogy olyan helyen volt a kincs, hogy egész egyszerűen nem lehetett kiásni. Tehát betette valami olyan alá, ami miatt nem tudtam kiásni egyáltalán, és ott kellett hagynom, meg olyan is volt, hogy bejelzett a műszer, és akárhova mentem, nem találtam meg. Tehát egy bizonyos foknál nem ment följebb ez a kis mutató a jobb oldalt, ami majd mindjárt meg fog jelenni, remélem. És azt sem tudtam kiásni, szóval nem tudom, nagyon bebugolt ez a játék nekem. Most már jó lenne valamit, hogy találni is. Aha, itt is van a következő. Merre menjek? Erre, egyenesen előre. Aha, itt lesz valahol. Itt lesz valahol. De hol? Nem, előrébb. Na igen, szóval ezt akartam mutatni, hogy nézzétek, hogy amikor keresem a kincset, és bebugolt, és nem tudtam, hogy merre menjek, eddig a pontig, amit jobb alsó sarokban láttok, beszíneződött ez a kis négyzet, ez az elforgatott négyzet, és onnan tovább egyszerűen nem. Tehát hiába mentem bármerre, nem tudtam megtalálni. Szóval bugok voltak a játékban. Ott a kincs, ami... Na. Nézd már. Szóval, mindjárt meglátjuk, hogy lesz ebből egy színkulcs, vagy sem. Ugye, az elején ugye azt mondtam, hogy ha 40 dollár értékű lesz a tárgy, amit találok, akkor lesz színkulcs sorsolás. És a következő tárgy egy 1 dolláros ilyen sörös doboz nyitó. Hát ez tök jó, gyerekek. És megint jelez. Ó, egész közelé van újabb valami. Erre. Ah, itt. Igen. Gyerünk már, hol vagy? Hol vagy, bogaram? Na. Ah, itt van. Egyébként most agyalok azon, hogy ez a 30 dollár, ez olyan reális, vagy 40, tehát hülyeséget mondok. Szóval ez a 40 dollár, ez reális-e? Mert én úgy emlékszem, hogy mint hogy a 30 dollárt beszéltem volna meg magamban, mert talán a 40 az egyik sem nagyon ért el, de majd milyen meglátjuk, srácok. 48, de akkor csak jól mondtam, akkor a 40, jó van akkor. Szóval, Steam kulcsolás következik, mert találtam egy kincset, és valaki itt a live-ban is kincsre fog bukkanni. Ez baromi jól néz ki egyébként. Ez mi ez egyébként? Egy régi pénzérme, a Habsburg, tehát a Habsburgos Ausztriából, jól megmondtam, 1871-ben nyomták ezt az érmét? Jó, nagyjából.
talán jól fordítottam, megint van egy kincs. Na de akkor gyerekek, jöjjön egy kis sorsolás, viszont ezt a játékot nem olyan egyszerű letálcázni, de most már összejött, úgyhogy van eddig 20 i-játékos, aki jelentkezett a Steam kulcsra. Ez nem valami sok egyébként, skacak. Na jó van. Oké. Akkor szerintem én most fogom magam, és akkor sorsolok. Nem várok tovább, gyerekek, nem várok tovább. Dinnye 76. Dinnye, te az a Dinnye vagy, akit én Dinnyének neveztem el, de egyébként meg Danye? Na jó van, akkor sorsolás, gyerekek. És akkor a nyertes KR100 kötője, illetve alsó vonás 1. Szóval KR100 alsó vonás 1. Kérek szépen, írj egy számot a chatbe. Azt mondja, hogy 0-tól 193-ig. Egy számot kérnék a chatbe. Jó az új neved, Dinnye. 5-ös? Oké, nézem az 5-öst. Az 5-ös kérlek szépen. Life is Hard, ez a játék címe, és adom a Steam kulcsot hozzá. Méghozzá itt privát üzenetben neked. Még valamit hír, légy szíves, mert most átváltottam el a másik ablakra, és nincs a listába semmi, mármint a chatben. Oké, Kristóf, akkor neked mondom. Azaz. Rendben, és akkor suttogó üzenet. Parancsolj, és jó játékot kívánok hozzá. Na gyerekek, megyünk tovább. Méghozzá onnan, hogy ismét egy kincs van a környéken, valahol. Igen, igen, és itt lesz valahol. Úgy gyerekek, ez úgy beleér a földbe, hogy nem is látszik maga a detektor. Azt mondja, nem áshatsz itt. Ó, köszönöm. És innen engedi? Innen már engedi, jó. Na nézzük. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Szia, Nikó! Hello! Ez valami, egy valami szar lesz, mert nem látszik semmi abba a lukba. Hát, egy öreg gomb. 46-os számú gomb. Az ember azt hinné, hogy valami érme, de nem. Ez kérem, kérem szépen egy 31 dollárt érő gomb. Ez nem Steam kulcs. Igen. Oké, értjük. Már megint? Gyerekek, mennyi kincs van egy helyen? Trollkodik a játék. Ajá, erre menjek. Erre, erre. Aha, aha, aha. És hol? És hol? És hol? 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 Ott van. Vissza. Ott. Nézzük. Igen. Ez megint ilyen kacat. Ez valami horog, vagy ilyen akasztó, vagy én nem is tudom micsoda. Igen, egy karabiner. Ennyi. Jó, oké. És akkor nézzük csak meg appot. Azt mondja, hogy ugye erre jártam már, ugye itt volt a híd, itt jöttem át, ott már körbejártam, itt már tudja, hogy nem lesz semmi. Akkor viszont, jó, akkor csináljuk azt, hogy én most körbejárom ezt a részt, így végigmegyek. Ez itt ugye az út. Szóval az úton belüli részt teljesen felfedezem, aztán átmegyek az út túloldalára, itt is megnézem, és aztán majd jöhet még majd ez a rész. Jó. Viszont egy pillanat. Most már a sorsolás ugye megvolt, szóval frissítek a nagy botos sorsolós dolgon. Igen. Jó. És akkor megy tovább a jatek. Na szóval. Ja? Várjám, 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 várjám. Hát akkor menjünk mondjuk oda. Jó. És akkor jelez légy szíves. Jelez légy szíves. Aha! Itt jelzett is. Igen. Csak olyan helyen legyen, ki is tudjam ásni. Ne járjak úgy, mint amikor csak úgy játszottam, mert az úgy nem lenne egy szerencsés dolog. Na. Gyerekek, hát nem látom. Ott van. Megvan. Jó. És engedi is ásni szerencsére. Aki most jött a live-onnak, üdvözletem. Ez egy nyugis kis live-ocska. És ez pedig egy olyan kincs, ami... Jaj, ma megint egy ilyen szartű. Jó, akkor. Tisztítsuk meg. Rám. Tök jó.
Oké, akkor következő. Kincs, merre vagy? Már megint jelez. Gyerekek, most valahogy sűrűbben találok kincset egyébként, mint amikor utolérni akartam magam, és csak úgy játszottam. Vajá, nem erre, itt, ott. Hát ez gyorsan megvolt. Na nézzük. Egy ilyen kis tű, 10 dollár. Hát de milyen régi Dóri, azért. Gondolj bele. És ez mi? Na. Ez egy 45 mm-es fegyverhez, pisztolyhoz való töltényhüvely. Mindjárt megnézzük, hogy mennyit ér. Csak ezt megtakarítjuk. 26 dollárt ér. Hát... Jó. Jó, ez is valami. És ismét egy kincs. Nem erre. Igen. Föl kéne jönni? Aha. Nem. Vagy igen? Ha háttér jövök? Nem. Hol lejjebb? Na, hol van? Itt lesz, valahol itt lesz. Vagy nem? De. Gyerünk már. Ott van. Vissza. Jaj. Ez az. Na nézzük. Ja, ásó szimulátor. Azaz. Na. Ez pedig kérem szépen. Ó. Ez egy gomb lesz, megint csak. Igen, aki is írja egy button. Ja, hogy ennyi. Meg se kellett takarítani. Jó, hát... nem volt túlságosan értékes. Hopp, a következő kincs. Ez az. Vissza. És itt. Amúgy ez itt nektek is jó, mert itt tudtok szurkolni azért, hogy minél nagyobb értékű tárgyakat találjak. Hiszen akkor ugye ti is kaphatok egy kulcsot érte. Azon a durva, hogy találnék egy nagyon értékes kulcsot itt a játékban, és valaki menjen egy SIM kulcsot miatta. Ez... ugyanolyan töltényhüvely, csak ez most 9 millis. Ó, és szebben is csillag. 31 dollárt ér. Jó, hát értékesebb, mint az előző volt. Na és akkor... vagy hol is voltam most? Eddig. Nézzük csak. Ó, hát még mindig mehetek itt végig. A szélén. Hopp. Jó, magas, de nem baj. Igen, és akkor... merre vagy? Ott van. Ó, ez gyors volt. Daver, ha találsz egy magyarítást nekem, ami működik, esküszöm, kapsz tőlem csak úgy egy Steam kulcsot. Komolyan mondom. Mert baromi jó lenne ez, akkor egy normális magyarítás. Ne valami félkész, akár micsoda. Hát egy dolláros... jó, hát elteszem. Sok kicsi sokra megy, de hát az akkor is lószar. Na mindegy. Hát át ne férjek már, ez nem igaz. Igen. Igen, és itt. Ott van. Jaj ne, candy from here. Jaj ne, megint bugol, gyerekek. Ugyanazt csinálja, nem fog engedni. Nem fog engedni kiásni. Na most hol volt már? Nem is tudom, hogy melyik területén volt. Na. Ha beszarok. Gyerünk már! Ott van! De! Jó van, enged! Ó, bakker, de megijedtem! Ja, ez sörnyitó volt, igen. Na, ez micsoda lesz? Kupak! Gyerekek! Háj! Vagy inkább egy óriási nagy tortaforma. Hő? Nem. Oké, akkor menjünk tovább. Itt semmi. Itt az út, akkor vissza. Na. Nem erre, várjál, akkor merre? Át az úton? Lehet, hogy most már átvisz az útra. Aha. Jó, hát átvitt, nem baj. Akkor már nem hagyom itt. Visszább... Ott van. Szép ez a játék, Dóri, tetszik?
Amúgy tényleg ahhoz képest, hogy nem egy nagy játék, úgymond, meg nem egy nagy cég gyártotta, nem egy rossz grafikája van, szerintem. Csak azt nem értem, miért szagad a live, tehát szagad a stream, ez egyértelműen látszik. És nem értem, hogy miért. Na ez egy szög, gyerekek. $1 érő szög. Nagyon jó. Na, visszajön akkor ide, ugye most ez a útnak ez a fele jön még. Nem akarom össze-vissza mászkálni, mert akkor a végén még valamit kihagyok. Igen. Visszább, ott van. Na, ez az. Na nézzük. Buli volt itt. Ja. Csak nehogy gumit is találjak. Na szóval. Ez megint szög. Köszönöm, $1. És megint jelez. Nem, visszafele menjek? Aha. Valahol itt lesz. Igen. Na. Na. Add már be. Gyerekek. Gyerünk már. De lol, hát hol van? Itt lesz valahol. Itt. Nem. Hát de rossz. Hol a franzó van? Gyerekek, nem találom. Ott van. Már kezdtem megijedni, hogy ez is be fog bugolni. Nem. Elég érdekes lenni azt fémdetektorra. Mi? Nem értem. Megint szög. Aj, nem áll. Jó van, köszönöm. Na nézzük csak meg, hogy mik vannak nálam. Eddig $165 értékbe találtam cuccot. Hát... ezek vannak nálam. Köszönöm szépen a követést. Na kinek? Kinek köves? Ki? Fire, vagy nem Free Fire 05-nek, Norika 007-nek, illetve Taklati 00-nak, illetve még Csui 40-nek. Köszönöm nektek a követést, srácok. Üdv a csatornán. Jó, akkor ez ennyi volt. Na nézzük csak. Igen. Akkor ugye most jövök errefele vissza, hát akkor majd valahol ide kell jönnöm, nagyjából. Méghozzá erre, de inkább itt jövök az út mellett. Ez mi volt ez a hang? Mi üvöltözik ott? Na jó, ez nem tudom mi volt. De furcsa hang volt. Mik ezek a hangok, gyerekek? A végén még kiderül, egy horror játékkal játszok. Vagy a Forest-tel. Vágod? Á, ez itt van valahol. Nem. Vissza. Igen. Jaj, ne! Ez az a bugos! Gyerekek, ez ugyanúgy bugol, mint eddig. Nézzétek, több mindegy, merre megyek, merre fordulok. Ott az a jelzés ennél jobban nem fog följebb menni. Látod? Ez egy bugos rész. Akár, hogy... Ne, ez megint bugolni fog, gyerekek. Ne, ezt mondtam. Ne már. Jó, ezt nem értem. Nem értem. Hát a legutóbbi live-ban ugye ugyanezen a pályán mindent megtaláltam. Tehát nem hagytam itt egyetlen egyet sem. Viszont így ezt kénytelen leszek megint csak itt hagyni. De ha megint itt hagyom, akkor valószínűleg megint nem fog átengedni. Tehát nem fog tovább engedni egy újabb helyszínre. Úgyhogy ezt most nem értem. Nézzétek, és nem megy se. Tehát bármire megyek, nem megy följebb. Na ilyenkor mi van? Tud valaki erről valami infót? Mert én még azon is gondolkoztam, hogy nem lehetséges-e az, hogy ehhez már ez a fémdetektor nem jó, és esetleg kell keresni egy másikat, vagy kell venni egy másikat, ugye a neten, mert azt már csak, ezt már csak azzal lehet kiszedni. Ja igen, Bari, na pont ezt mondtam én is. Akkor egyre gondoltunk. Jó, gyerekek, akkor viszont az van, akkor ennél a fánál, tehát ugye itt van ez a tábla, meg ez a lépcső, vagy mi,
és akkor meg ez a pihenő, és akkor innen akkor ezt nem fogjuk tudni felszedni. Ide majd vissza kell gondolom akkor térnem. Viszont nem fogok tudni venni detektort, mert egész egyszerűen még nincs meg a szintem hozzá. Ugyanis kell hozzá szint is. Kamera, fotózzunk, gyönyörű szép táj, köszönöm szépen. Jó, akkor ezt itt hagyjuk. Lehet fenn van a fán, Bari! Mindjárt fölteszlek téged. Akkor viszont körbejárok itt is. Négy, akkor mindent össze fogok szedni, amit csak tudok. És elképzelhető, hogy akkor azért nem enged tovább, mert nem tudtam kiszedni azt a cuccot, viszont akkor ezek szerint egy helyszínre lehet, hogy többször vissza kell jönni, amíg meg nem lesz az adott helyszínen minden kincs, de ahhoz pedig ugye újabb detektor kell. Szóval meg kell szerezni minden cuccot, illetve a szinteket össze kell gyűjteni a következő területhez. Vagy valami ilyesmi lehet szerintem, nem tudom. Igen, valahol itt lesz. Na. Hát hol van már? Ez nem igaz. Ott van. Na nézzük. És megint valami apró dolog lesz, mert nem látszik semmi a balukba. Megint egy szög. Ó, Istenem, ilyen szarokkal kell foglalkozni. Viszont azt sem értem, hogy akkor egy területen belül miért csak egy olyan tárgy van, amihez másik detektor kell. Tehát most egy tárgyért visszautazni, nekem ez olyan furcsa. Ugyanarra a helyszínre. Ott van. Na mindegy, majd kiderül. Remélem, hogy igazunk van nekünk, Bari. Néha belegondolok, hogy Csabi akár az apám is lehetne. Hú, te ne azt ne akarnád. Oké, szög. Megint. Megint jelez. Jó, akkor nem, akkor visszafele. Sőt, erre. Nem, ott a fa, nem félek el a fától. Beakadta. Baszki. Erre miért nem engedt tovább? Jaj, de utálom az ilyet, basszus. Így se engedt tovább, gyerekek, ez mi? Na jó, akkor innen kezdünk hozzá. Megyünk előre, igen. Nem, itt vissza. Nehogy már itt se engedj el, most ez komoly. Na jó, akkor nem, ott se enged. Hát mi a szar? Akkor átjövök ide. Itt se jövök el. Hallod? Hát te most betette oda a terület alá, ahova el se lehet jutni, hát én hülyét kapok. Ezt. Na jó. Nem, itt már gyengül a jel. Igen, erre erősödik, de nem fogok tudni bemenni, mert itt. De, jó van. Ott van, ott van, na, oké. Igen. Jana Sita! Szia! Megint szög, gyerekek. Nem akarja a játék, hogy Steam kulcsokat kapjatok. Úgy tűnik. Hát, de ez ilyen nem tőlem függ. Ó, lepkékek. Ami nem is kékek, hanem fehérek, de mindegy. Szóval értitek? Itt meg semmi nincs már. Nem, itt most már visszajutottam a híthoz megint. Na jó, van, akkor viszont azt mondja, hogy ugye itt körbejártam, akkor most elmegyek oda, és megnézzük, hogy ott szóval a közepét fogom most megnézni az egésznek. Már jelez is. Igen, igen. Na, vissza, vissza. Aha. És ott van. Ez gyors volt, megint csak. Gabi Hun 14, köszönöm szépen a követést, neked is. Megint szeg gyerekek. Hát komolyan mondom, ezen a területen nagyon remélem, hogy a későbbi helyszíneken már egyre értékesebb dolgokat találok, mert ez eddig elég karcsú.
Jó, térkép, megint jelölök. Legyen mondjuk ott, az a rész. Na, jelzés. Semmi. El is indul jár. Na várják, hogy most keresztül kasul fogok mászkálni. Aztán hát, ha majd találok valamit. Még jó, hogy lehet futni a játékba egyébként, mert különben elunnám az életemet is. Na, na, na. Szia, jelzés. Hát nem nagyon. Nem nagyon. Nem. Szóval nem nagyon. Ja, amúgy itt volt. Jaj. Na, pont akartam mondani, hogy itt volt az a rész, hogy betett egy olyan rész alá, ahol itt nem lehet eljutni. Tehát volt itt egy ilyen. Olyan volt, mintha a Minecraft-ba leraknánk egy barrier blokkot. Tehát, hogy ott pont nem lehetett menni, és pont alatta volt a cucc. Szóval nagyon hülyén tette le a játék. Remélem, hogy most. De akkor valószínűleg ugyanoda fogok megint eljutni. Nem erre. Igen. Ez az. Nem, ez most jó helye lesz szerintem. Na, hol vagy? Hol vagy? Ott van. Na, nézzük. Gyerekek, felkiáltolja a tombolát, nyugodtan az írjátok be. Hát, ha lesz megint egy 40 dollár fölött, szóval 40 dollárnál értékesebb cucc, ez például egy. Na, végre valami más. Ez kérem szépen egy ólomgolyó. Like from a musket, tehát ez egy muskétával való cucc, és az értéke 31 dollár. Ez nem Steam kulcs, úgyhogy keresgélj tovább. Na várjál, hogy is fogyunk? Igen, akkor most eljövünk mondjuk ide. Nem, azt ott már kijelöltem, akkor csak arra kéne menni. De most mi van, már megint eltűnt? Nem, lol, de az előbb eltűnt. Na mindegy, most tűnt el. Jó, hát itt nincs semmi. Hát én most itt körbe-körbe fogok járkálni, aztán majd csak lesz valami. Berki Tamás, köszönöm szépen a követést. Üdv a csatornámon. Úgy tűnik, hogy itt már nincs semmi. Gyerekek. Pedig itt még kéne szerintem kincsnek lenni. És sokkal több volt már a, legalábbis a múltkori live-ban. Én úgy emlékszek, de nézzük csak már még egyszer. Jó, ott van egy üres terület. Azt még megnézem, de szerintem ott már nem lesz semmi. Mert akkor már jelzett volna, ugye a körülötte vagyok. De! Van! Na még jó is, hogy visszajöttem. Igen, és akkor... Igen... Itt lesz valahol. Á, egyre erősebb a jel. Ott van. Na. Amúgy azon gondolkozok, hogy nekem úgy tűnik, hogy egyébként teljesen ilyen véletlenszerűen vannak ezek a kincsek elszórva, de az a fa, az végül is pontosan ott volt. Ahol azelőtt is. De a többinél meg véletlenszerű, tehát a többinél meg azt érzékelem, hogy már máshol van, mint legutoljára volt. Már amennyire emlékszek rá. Úgyhogy most ez furcsa. Na mindegy, ez meg volt. Jó, ott már tuti, hogy nem lesz semmi, akkor eljövünk mondjuk oda. Hol van a jelzés? Ott a jelzés. És már jelez is. Igen, vissza. Nem. Várjál már. Akkor ez pontosan ugyanolyan, mint itt a fánál lévő. Mert akárhol megyek, nem fog erősödni egy bizonyos színnél tovább a jel. Ja. Akkor itt tényleg egy másik detektor kell. Akkor ez nem is bug lesz, gyerekek. Mert az képtelenség, hogy több helyen is ugyanúgy bevágol az egész. Viszont ezt megint nem fogom tudni kiszedni a rohadt életbe. És akkor most emiatt a kettő miatt jöjjek vissza megint. Aztán meg persze emlékezzek rá, hogy hol volt. Na, tehát nézzük csak. Ugye az egyik az itt volt, ennél a pontnál volt, valahol a fánál. És akkor a másik az tőle igazából nem messze. Jó, akkor most eljövök ide. Itt már nincs jelzés.
Igen, ugye itt van az a szemétláda. Akkor most viszont eljövök. Ide. Oda, oda, oda. Engedj. Igen. Itt semmi, de van. Szia, Husky Marci. Hello. Igen, és itt lesz a cucc. Itt lesz. Na. Nem vissza, vissza, vissza. Na, hol vagy már? Ott van. Köszönöm a követést Barna 0917-nek. Szia, Kati anyu! Hú, de régen láttalak. Már megint gyerekek, $1, komolyan. Újabb jelzés. Jó, megfordulunk. Nem. Igen, nem. Jaj, ne, ez megint ugyanaz lesz. Akkor ez már a harmadik olyan kincs, de hogy? Jó, akkor viszont srácok. Akkor értem, mi van. Akkor értem, mi van. Elmondom, mi van. Az van, hogy ugye akkor, amikor én próbáltam utolérni magam, ahogy a legutóbbi live-ban volt, tehát elérni ugyanazt a szintet, vagy hogy mondjam, akkor ugye én már itt jártam, ezt teljesen átnéztem, ezt az egész helységet, ezt a helységet, helyszínt, és egy csomót találtam. Viszont vannak itt olyan dolgok, ez például itt egy új, ami most van, mert itt tudom, hogy nem volt ilyen úgymond bagolós cucc, viszont az a fa, az ugye ott volt. Majd a fánál lévő. Magyarán szólva, azok megmaradtak, de nekem addig kell visszajárnom újabb kincsekért, amíg meg nem lesz valamiféle szinten, vagy egy újabb detektorom, hogy majd azokat is ki tudja ásni. Szerintem most már nagyjából akkor is sejtem, de azért most még egyszer megnézem, mert engem ez bosszant. Nem. Nem. Tök mindegy, merre megyek. Ez semmelyik irányban nem akar növekedni ennél jobban. Oké, hát akkor ez ilyen. Na jó. Oké, hát akkor újabb detektor kell hozzá, majd kell vásárolnom, és kész. Most merre megyek? Amúgy. Arrafele, akkor elmegyünk mondjuk oda. Ezt a fán kikerülöm. Jó, hát akkor ezt úgy tűnik, hogy megnéztem, akkor most megnézem ezt a partszakaszt. Hát, ha itt is van valami érdekesség, van hát. Ó, igen, ennek így kéne fölmennie mindig. Na, ott van. Ez az. Jó, akkor már is van 2 olyan kincs. Vagy 3? Most már 3 van? 3, ugye? Igen, 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 3 darab van, amit nem tudtam kiszedni, szóval... Ott a kulcs, gyerekek! Ez a kulcs vagy a Steam kulcsot ér? Mindjárt megtudjuk. Identify. Hát nem egészen. 19. századból van ez a fém kulcs. Nagyjából bla bla bla, valami padlock, az nem tudom, ez a padlock, szóval vagy ahhoz való, vagy egy fiókhoz, vagy egy kisebb ilyen kabinethez. Jó van. Oké. Okay. Akkor most erre jövök. Megnézzük ezt a részt is. És úgy tűnik, hogy itt már nincs semmi. Ugye annál a fánnál van az a másik. De most megint oda megyek és leellenőrzöm. Pitty, gondoltam. Jó. Akkor most jön a további terület. Igazából most már több mint a felét felfedeztem, szóval... Mert túl sok nincs hátra, és nagyon kíváncsi leszek, hogy aztán majd mi lesz. De nem hiszem, hogy lenne pénzem, meg szintem ahhoz, hogy vegyek még detektort. De majd kiderül. Hopp, itt már jelez. Nem erre, erre. Erre, erre, igen, igen, igen. Igen, itt lesz. Padlock lakat? Aha, ezt nem tudtam. Köszi Kárpán. Na gyerekek, megint egy kulcs.
Megint egy kulcs. Nézzük, valószínűleg ez se lesz értékesebb. Ez picikét másképp néz ki, mint a másik szerintem. Úgy emlékszem. Nézzük mennyi. Á! Jó. Nem baj, újabb kincs a láthatáron. Erre. Nem erre, nem erre, nem erre, nem erre. Vissza. Nézd meg. Jaj, ne. Újabb ilyen kincs? Várjátok, ez most már megint nem jó jel. Ehhez megint csak másik detektor kell. Ne csináld már. Jó, akkor igazam lett, srácok. Addig kell visszajárnom egy helyszínre, amíg minden egyes kincset meg nem találok. Csak hogy az már újabb detektor kell. Mondjuk ez a rész annyira nem tetszik, megmondom őszintén, mert a fenese akar mindig ugyanazon a helyszínen 8-szor keresgetni. Tehát mindegy. Jó, akkor ez kilőve. A fene egye meg. De kár érte. Ó! Igen. Ott van. Hát ez gyors volt. Na nézzük. Hát szia, Csabi, itt semmi nem küld értesítést. Hát figyelj, nem tudom, itt egy $1 értékű gomb. Nem tudom, hogy küld-e, de én a helyetben leszedném a Twitch alkalmazást telefonra, azt tudja, hogy fog küldeni. Meg egyébként, ha... Jó, akkor ezt most elmondom, srácok. Minden linket megtaláltok ott a live alatt egyébként. A Facebookomat, az Insta még nincs kint, de ki fogom tenni azt is. Szóval az Instámra is majd nyugodtan, ez Csabinyu76 egyébként a címe, nyugodtan kövessetek be. Ott is általában, hogyha live van, akkor meg szoktam osztani az értesítéseket. A fő YouTube csatornámon, a Csabinyu76-on úgy szintén meg szoktam osztani a közösségek oldalon. Bármiféle live, vagy valamilyen frissítés, vagy valamilyen információ van. Szóval valamelyiket kövessétek be, és akkor... Sőt, iratkozzatok föl a csatornámra és a YouTube-on, mert akkor biztos, hogy kaptok értesítést. Igen, erre. Tehát úgy értem, hogy valamelyik biztos, hogy majd elküldi. A Facebook mondjuk baromi lassú ilyen szempontból, nagyon későn küldi csak az értesítést. Majd egy órával azután, hogy én kiposztoltam. Igen. És... Jaj, már megint egy tű. Identify. És az értéke pedig $16. Hát ez eddig elég karcsú. Most csak eljövünk erre itt a ház mögött. Vajon mi van bent ebbe a házba? Igen... Nem... Erre... Na, ott, megvan. Amikor beköveted, mindig felajánlja, hogy akarsz értesítést. Hát igen, srácok, ezt így kell csinálni. Tehát mindenről értesítést kell kérni, és akkor biztos, hogy nem fogtok lemaradni. Ez ugyanígy van így van a YouTube-on. Ugye ott is lehet kérni, hát csengőt megnyomod, akkor kiválasztatod, hogy milyen értesítést szeretnél, meg miről. Ugyanígy van a Facebookon is, a követésnél. Az Instagramon nem tudom, hogy van, de valószínűleg ott is valami ilyesmi van. Jaj, ez megint az a izé. Ez megint az lesz, amit nem tudok kiszedni, ugye? Igen. Jó, akkor ez kilőve. Akkor átjövünk a háznak eme felére. És akkor körülnézünk itt is. Sőt, ide is eljövök. Nem jövök el, mert nem enged el a két fa. Így karon fogtak, és te itt nem mész át. Na. Ez már az út. Jelezd már. Kérlek szépen. Na. Ennyi? Itt nincs semmi? Oké. Akkor most megnézem ezt a köztes részt. Mert ugye itt se voltam még. Ja. Jó. Akkor menjünk mondjuk oda. Ó, már jelez is. Igen. Ott van. Ez az. Mateleo, Máté Leo gondolom.
Nem baj, hogy sokszor az, hogy felkiáltója a tombolat, de fölösleges, mert ha egyszer beírod, onnantól kezdve te már bent vagy a játékban, és attól, mert többször beírod, nem leszel bent többször. Szóval mindenki csak egyszer írja be, mert tök fölösleges többször. Fölösleges bemelni. 31 dollár értékű töltényhüvely, 45 mm-es pisztolyhoz, nagyjából az amerikai katonaság használta 1911 és 86 között. Amint azt a fegyvert, amiben ez való, gondolom. Igen. Itt most nem olyan van semmi. De? Remélem, hogy ez nem megint az a izé. Mi van? Hallod? Erre? Nem, ez már jó lesz. Ez egy új. Ez egy új le... Ott van. Oké. Okay. Csak most már legyen valami értékes tárgy, hogy legyen Steam kulcs. Na. Megint egy töltényhüvely, 9 millis. 26 dollár értékű. Na nézzük, mit találtam eddig. Eddig összesen 303 dollár értékű cuccot találtam. Jól van. Még itt is körülnézek. Most már erre inkább. Most össze-vissza mászkálok ilyen cicak vonalba, hogy minden helyszínt érintsek, már persze, hogy elférek rohadt ágaktól. Nézd meg. Ez az. Erre, és ott van. Köszönöm szépen a követést Zsolti069-nek, egy Zoli, sok Zoli Nokedli, mi van? Valami olyasmi, igen, és Stixtionorónak, köszönöm szépen a követést. Megint egy 1 dolláros szeg. Nekem miért ilyeneket dobál? Nem szeretem. Igen, itt van az út megint, jó, hát akkor ezt a területet teljesen átnéztem. Itt talán még nem voltam. De nincs is semmi. Úgyhogy akkor most az van, hogy akkor már csak egy picike rész maradt, méghozzá ez az út. Úgyhogy akkor én most oda megyek. Bár mondjuk azt ott még megnézhetném, de szerintem ott már nem lesz semmi. Hol van? Arra. Szóval az Kacsa Pictures. Hát itt sincs. De! Na még jó is, hogy visszajöttem. Csak kérdés, hogy melyik irányba induljak el. Hogy ez megint az lesz, ami... Félettől, hogy ez az lesz, ami ez a másik detektor kell. Aha, igen. Igen, rohadjon meg. Az, itt lesz valahol, de már nem találja meg. Igen. Nem. És akkor ez tényleg az lesz. Fogadjunk? Igen. Itt vagyok most. Igen, akkor ez a két terület, szóval itt a sarkán, meg ott a sarkán lesz. Meg itt is, mintha lett volna még egy. Úgy emlékszem. Na jó. Viszont erre még tudok menni. De itt már nem jelez. Jó, akkor viszont hagyjál, ne csipogjál. Akkor most visszamegyek oda az úthoz, és akkor körbejárom még azt, és aztán ott még szerintem egy 2-3 kincs csak akad. Itt van a fölfele menő rész. És ha az megvan, akkor igazából már csak annyi, vissza kell majd mennem az irodába, és meg kell néznem ezeket a detektorokat, az újabbakat, hogy tudok-e vásárolni, meg egyáltalán megvan-e hozzá a szintem, vagy sem. Mert ha nincs meg, akkor megszívtam. Akkor itt fog rostokolni ezen a területen végig. Na, vissza. Ott van. Jaj, ne! Erről engeded? Erről már engeded, jó. Szevasz, Kevin! Igen, láttam az e-mailt, csak még nem válaszoltam rá. Az nem az erősségem, de fogok, nyugi. Ez egy pénz, gyerekek, ez egy pénz vagy egy gomb? Ez egy gomb. Jó, ez sem lesz túl értékes, mert találtam, ugye? 26 dollár, jó,
Itt nem nagyon lesz semmi. Na és akkor elérkeztem ide a pihenőhöz. Itt vajon lesz-e bármi vagy sem? Igen, akkor viszont tényleg random, gyerekek, mert arra emlékszem, hogy itt a ház mögött volt egy, amikor utolértem magam. Most viszont be se jelez a műszer, úgyhogy innentől kezdve akkor tényleg random. Viszont azokat, amiket nem vettem ki, mert nem tudtam a detektor hiánya miatt, azok viszont még mindig ugyanott vannak. Viszont itt meg nem találok már semmit, vagy mi van? Nem ár. Na, ezt most nem értem. Tehát ez itt kéne lennie. Jó, hát akkor viszont visszafele megyünk az úton. És akkor még itt följövök. Nem. Ugye, mert nem tudok fölmászni, hát persze, hogy nem. Hát akkor visszafele megyek. Aha. Újabb jelzés. Igen, itt lesz. Ott van. Amúgy azon gondolkozok, hogy nehogy már enged ki Ási, tényleg. Ne enged. Gyere hátébb. Ez az. Szóval azon gondolkozom, hogy egy ilyen természetvédelmi területnél, ha elkezdenéd tényleg igazából ásni, való életben, nem tudom, mit szólnának hozzá. Na nézzük. Megint milyen kacat lesz ez? Aj, már megint egy ilyen metal fastener. $1. Köszönöm szépen. Jó, a következő. Nem arra. Vissza. Itt. Nem. Erre. Csak engedj ásni. Na. Ott van. Ez az. Jó, enged. Szerencsére. Milyen szöveg volt ott? Ah, jó van, szeg, egy görbeszeg. Látjátok? Pillanatos, meg kell néznem. Ja, Kevin, egy szent is egy chill game. Hát igen, nagyon. Nyugtató. Kikapcsol. Nem kell kapkodni, nem kell idegeskedni. Rajta meg ilyesmi. Ott a textúra, gyerekek. Nézzétek. Hát azért ez így nem annyira szép. Meg a virággal is mi van? Ja nem, az csak izé himbálja a szél. Itt meg már nincs semmi. Na jó van, skacok, akkor az van, hogy szerintem itt már teljesen kiástam, amit csak ki tudtam ásni. Úgy tűnik, és akkor irány vissza az office. Jó, itt pedig már jártam. Várjál! Az X a kincset jelöli. De nincs is semmi. Na jó van. Szóval, akkor vissza az office-ba, és akkor nézzük meg azt, hogy fogok tudni-e venni a detektor, vagy sem, meg egyáltalán mondom, megvan-e hozzá a szint, vagy sem, mert ha nincs, akkor most megint vissza kell jönnöm egész addig, amiben nem lesz a szintem, de az nagyon nem lenne jó. Jó, hát újabb terület itt nincsen. A Prestige-em 1420 per 3000, $696 van, detektorok. Na nézzük csak. Ha, jaj, ezt meg tudnám venni, viszont nincs meg hozzá a Prestige 2-esem. Mi csak a felénél járok, de úgy, hogy már kétszer voltam ezen a területen, ami azt jelenti, hogy ez így fog haladni, akkor még mindig kétszer kell itt járnom, vagy kétszer kell eljönnöm legalább, ahhoz, hogy meglegyen itt a 2-es Prestige-em, mert csak akkor fogom tudni ezt megvenni. Aztán jön a 3-as, a 4-es, az 5-ös, a 6-os, 7-es meg a 8-as. Hát gyerekek, ez így nem lesz valami jó. Most ettől vajon nő a presztízsem, hogyha ezeket megpróbál eladni? Jó, hogy tudom ezt eladni? Várjál, most nem is emlékszek. Nem, ezt el sem lehet adni? Ja persze, mert ez price lesz, ez felbecsületetlen értékű. Na, ez $11, na nézzük csak. 1420, ha ezt eladom,
Nem már, üreménykedtem, hogy növekszik. Szóval akkor addig kell visszajönnöm a területre, amíg már nem lesz a szintem. És ki nem fogom tudni szedni azokat a cuccokat ott, amiket most nem tudtam. Ó, hát ez így barom jó. Na, add el ezt is. És már egy csomó pénzem van, nézzétek meg. 1000, több mint 1000 dollárom lett. És már meg tudnám venni akár ezt is, meg ezt is. Csak éppen a presztízsöm nincs meg hozzá. Azon gondolkozok. Majd visszagörgetek a csetem, mert elgördült. Szóval, na, add már vissza a csetet. Szóval azon gondolkozom. Na várjál. Várjál, visszagörgetek, srácok, mert ezeket Csabi engedélyt kell venni az ilyen ásadásokhoz, akárhol is legyen köböl. De ezt te biztos tudod, vagy... Vagy ez csak egy tipp? Na várjál, akkor ha engedélyt kell venni, akkor valahol... Hogy tudok engedélyt venni? Mi ez a special? Ez micsoda? Jaj, de jól lenne tudni angolul, gyerekek! Ez így szar, hogy nem értem. Job offers. Bavarian Lake. 1000 pressz is ad. Várjál már, de hülye vagyok. Ha ezt én elfogadtam volna hamarabb, akkor már meg lett volna a presztízsem. Csak én most csak úgy simán mentem oda? Annélkül, hogy elfogadtam volna egy munkát? Ja, hogy a valóságban? Ja, vágom. Jó, oké. Most már értem, mivel kapcsolatban mondod. Jó, azt hittem, hogy a játékban. Viszont srácok, akkor ezt én elkúrtam. Special, ez speciális, ez nem érdekel engem. Engem ez érdekelne, side job. Van még itt is lent munka. Na, nem, csak ez mit ad? 100 prestízst, az engem nem érdekel. 100. 100. 100. Hogy ez komoly? Jó, srácok, akkor most az van szerintem, amit mondtam. Viszont akkor most én azt mondom, hogy ne menjünk vissza már megint a izébe. Lead Masked Bullet. Valaki ilyet keres, gondolom? Valaki, aki érti az angolt, az fordítsa már nekem nagyjából. Ez kb. Azt jelenti, nem, hogy ez egy felkérés olyan munkára, ahol az illető ilyen ólom muskéta golyót szeretne venni. Szavaz Dumb 12. Jól értelmezem? Ennek ilyen updating website, what? Ezt nem értem. Vagy rosszul értelmezem? Most már tényleg nem tudom. Találj egy bulletet jó állapotban. Igen, akkor jól gondolom. És ad még 100 prestist is. Jó, akkor ezt elfogadom, el vagyunk Gettysburgbe, és megnézzük, hogy ez hogy működik, jó? Ez csak egy teszt lesz. Ezt mi nem csináltam, fingom nincs, hogy ez hogy kell. De el van fogadva, szóval akkor map, és akkor visszamegyünk Gettysburgbe, travel. 150 dollárba kerül az utazás oda, hát nagyon jó, hogy még ez is leveszi a pénzt. Amit már megtettél, de ne. Mi? What? Na mindegy, akkor így fogunk ilyen ólom cuccot találni. Igen, mondjuk azért így jobb lesz a játék. Itt miért ilyen halk a detektor? Milyen tök halk lett? Na várjál, erre kell menni. Igen. Köszönöm a követés Doragabi 09-nek, Pitya 4-nek, illetve Marci 12-15-nek. Utólag is. Hol van már? De most miért lett ilyen halk a detektor? Nem is értem. Na mindegy. Igen, ennek adtam el, de nem is vállaltam el a munkát. Jó, mindegy, most már akkor értem. Jó, srácok, semmi gond, hát igazából nekem is új még a játék. Mondom, ezelőtt csak egyszer játszottam vele úgy. Köszönöm szépen. De akkor most keresünk neki ilyen ólomgolyót. Igen.
Na mindegy, tényleg jobb játszani egyébként, hogy konkrétan van egy cél, és akkor azt kell teljesíteni. Na. Nézzük. $1, köszönöm. Á, ez mi volt? Várjál, mi volt ez? Ja nem, ez... Nem, várjál már. Ezt most fölvettem, de... Most hol van? Nem látom itt. Hogy ez lett volna, csak a felső részét nézze? Na most már nem tudom. Na mindegy. Nem golyó volt, az a lényeg. Jó. Na nézzük, hát ha itt lesz. Aha. Bejelez, bejelez. Igen. Na, gyerünk már. Gyerünk már. Ott van. Ideje lenne már egy Steam kulcs sorsolásnak, kacak, nem? Tudom, mindig hiányolja a linkeket a Nightbot, mert buta. Majd megoldom. Megint egy gomb. Na nézzük az értékét. Ez se lesz van túl sok szerintem. 26 dolcsi. Hát jó van. Pénzgyűjtésnek jó. Apró pénzgyűjtésnek. Átmegyünk a sírok között. Tényleg van ezekre írva bármi? Sajnos nem tudok legugolni, hogy megnézem, de szerintem nincs. Igen. Hát... Én most teljesen körbejárom itt. Te félek? El. Vajá, ezt még itt közében megnézem. Igen. Semmi? Hát nem á. Hát de nem á. Á, most. Igen. Add be, légy szike, most mondom, hogy add már be, mert oda megyek. Nézd meg. Ott van, király. Na. Igen. Gyerünk már. És egy gomb, gyerekek. Miért mindig ilyen szarokat találok? Jó, mindegy, itt most úgyis csak addig maradok, amíg meg nem találom azt az ólom lövedéket. Engedj már, te fa! Aztán pedig megyek vissza az irodámba, és megpróbálom eladni. De még azt sem tudom, hogy ott hogyan kell eladni egyáltalán. Lehet, hogy az e-mailen keresztül fogom tudni ezt megoldani majd. Nem tudom, mondom, fogalmam nincs. De hát majd apránként csak rájövök erre a játékra, hogy hogyan kell játszani jól. Mert ugye most ez igazából csak ilyen tanuló fázis nekem. Vissza. És itt lesz valahol. Gyerünk. Nem. Nem. Hol vagy már? Ott van. Ez az. Igen. Jaj, ez megint ilyen... Ah. Kösz! Én $1-os szarokat találok, de most komolyan? Na, én körbenézek itt az ágyóknál, hát, hogy lesz egy ilyen... Ez az ólomgolyó, ez nem jó neki? Há, gyerekek... Aha! Egyébként gondolkozok rajta, hogy ezek olyan valódi ilyen helyszínek, vagy sem. Tehát, ha én most rákeresnék erre a helyre, a Gettysburgre, akkor valóban találnék egy ilyen kiállítás, vagy mi ez? Egy emlékhelyet? Mondjuk sanszos, hogy igen. Na. Ott van. Na. Lássuk. Megint egy gomb. Haj, nem már. Olapgolyot akarok! Ah, gyerekek. Köszönöm. 26 dolcsi. Jó, hát egy gombhoz képest nem olyan rossz. Csak hát...
Ezzel nem érek most semmit. És mi van akkor, hogyha végigkutatom az egész Gettysburgot, és nem találom meg azt a golyót? Akkor mi van? Mondjuk azt sem néztem meg, bakker, hogy lehet, hogy több munkát is el lehet vállalni egyszerre? Nem tudom. Ezt ki kellett volna próbálni. Na mindegy most már. Aha. Újabb jelzés. Vissza. Igen. Na hol vagy? Előrébb. Nem visszább. Na hát hol vagy már? Ott van. Na nézzük. Így van. Nézzük csak. Ez szerintem, srácok. Ott van! Megvan! Megvan, amiért jöttem. $26 ér itt. Ruined Lead Musket Ball. Akkor ez ték, és akkor már... Majd itt még valami. Jó, ezt még megkeresem. Na. Megjobbult a detektoromnak a hang erőssége. Igen. Igen. Ez az. Igen, a zene baromi jó szerintem. Nagyon kellemes zenéje van. Valós hely, Dóri? Megnézted? Igen. Ah, köszönöm szépen. Ezért tényleg megérte itt. Na jó, vissza az irodába. Yes. És valójában is így néz ki. Ágyuk vannak, meg ilyen mindenféle emlékhely. Na nézzük. E-mail. Na várjál, ugye ez ugye el lett fogadva. Melyik volt? Na várjál, inbox, jobs. Igen, ez volt. És akkor... reward? Jó, de hogy tudom ezt eladni? Hogy tudom ezt eladni? Hogy van a prestige? 1510. Hú, gyerekek, hogy kell ezt eladni? Inbox, várjál. Collections esetleg? Ha ezt eladom... Na most azt mondom, hogy ezt eladom, akkor ezt hol adom el? Az illetőnek automatikusan oda kerül hozzá, vagy csak úgy eladom valahol. Jaj, de jó lenne ezt tudni. Ó, bakker, most nem akarom elcseszni azzal, hogy eladom valakinek. Itt van Jobs! Nem, ez nem. Nem, ez nem az, ez csak újabb munka. Ezek a mellékküldetések, úgymond. Én most egy ilyen mellékküldetést csináltam meg, de várják, hogy itt van Jobs. Rámegyek erre, és akkor... Hogy tudom ezt eladni? Csak simán adjam el. Most tényleg nem tudom, srácok. Azt mondod, nincs jó állapotban? Jaj, mert neki jó állapotban kell... lévő kellett. Neki jó állapotban lévő kellett? Lead Musket Ballet. Igen, mert ez meg Ruined. Ó, a fene egye meg. Ruined! Igen, igazad volt. A francba! Már úgy örültem, hogy meg lett. Jó, akkor most visszamegyünk megint. Bavarian Lake az ugye ingyenes, de ez megint csak 150 dolcsimba kerül. Hát csak költöm a pénzt. Jó. Jó, akkor gyerekek, szóval akkor ez is számít. Nem elég neki az, hogy ólongoljó, hanem még jó állapotban lévő is kell. Akkor viszont most erre keresek tovább. Bár szerintem most megint újabbakat fogok találni. Na. A zene az eltűnt. És megint halk lett a detektorom. Ott van. Na nézzük. Úgy tök jó, hogy látszik az árnyékom. Hát az 2000 évvel később. Na, az ott mi lesz? Ez nem az. Megint ilyen szar. Hát ezt nem hiszem el. És $1-okat kapok értük. Értitek? Tehát...
Még csak az utazásom ára sem fog visszajönni. Na jó. Itt még nem voltam? Azt hiszem itt nem voltam. Igen. Ott van. Gyerünk már te, golyó! Olyan lassan lehet ásni egyébként, olyan sokat kell várni egy-egy ásás között. Ez megint nem az. $1 szeg, köszönöm. Sokat értem vele. Itt a következő. Igen. Legyen már meg a golyó! Egyébként valószínű, hogy ha meg lesz az a cucc, ez a golyó is, akkor az viszont már többet is fog érni, mint a Ruined verzió. Úgyhogy lehet, hogy már az egy Steam kulcsot is meg fog érni majd. $1. Újabb jelzés? Aha, valahol itt lesz. Igen, nem, vissza. Ott van. Golyót akarok. Adj már golyót. Gyerünk. Vajatok? Nem látok semmit a izéből. Cuccból pillanat. Jó, most már látom. Na nézzük, még egy ásás. És ez pedig egy... ez is valami szeg vagy valami. Nem? Nem. Nyitó. Elképesztő. Ilyenekkel szúrja ki a szemem. Na most akkor nekem, ha most itt nem lesz meg, tényleg teljesen végig kutatom az egész területet, és nem lesz meg ez a golyó, akkor addig kell visszajárnom, amíg egyszer csak nem találok? Vagy mindenképpen meg fogom most találni? Jó, hát van még mit felfedezni ebbe a játékba. Ott van. Lássuk ki. Csabi nem találja a golyóját. És ott van, nem? Vagy az pénz? Olyan kereknek tűnt, de ez csak egy gomb. Gomba. 26 dolcsi. Még mindig nem jött vissza az ideutazásom ára. Sajnos. Hát gyerekek. Hát nem az én napom most ez így. Ebből a szempontból. Jó, most ilyen cikcakba haladok, hát ha valahol bejelez majd a műszerem. Ha már a golyóinnál tartottunk. Igen. Ott van, be is jelzett. Ho-ho, de mondj. Vagy mi? Most kéne a DeLorean, azaz. Visszamennék, és ott van, gyerekek. Az már jó állapotban van. Nézzétek. Ez szépen csillog. Ez lesz az. Ez lesz az. Ez lesz az. Lead Basketball, és nem Ruined. Tökéletesen jó állapotban most van meg, gyerekek. És már megyünk is vissza, azonnal. És teljesítményt értél el. Ti ezt nem látjátok, nektek ezt nem mutatja, hogy ez Steam-es cucc, de... Valami teljesítményt értem el. És akkor e-mail. Jobs. What? Ilyenkor ez automatikusan eltűnik? 1700 prestízsem lett. Elképzelhető, hogy megkaptam, mert ugye 100 prestízs kaptam, előtte volt 1510. Nem hiszem, hogy ettől a kacattól, pár kacattól növekedett volna olyan sokat, úgyhogy valószínűleg ez adta hozzá ezt a 700-at, és ez valószínűleg automatikusan meg is lett, és ezt most eladom, akkor ez jó helyre kerül? Ez amúgy $31 ér. Nem is néztem az árát. Na gyerekek, most ezt eladom. Ez special. Nem, már pedig innen a Jobs-tól eltűnt, szóval igazából megcsináltam. Meg egy csüppendet is kaptam, szóval akkor ezt simán eladhatom szerintem. Várjál, most 1700. Hát nem növekedett semmit. Mindegy, eladtam. Eladjuk azt a szart is. Meg ezt a gombot is. Jó, hát akkor vissza az e-mailekhez.
Ez egy különleges cucc. Az a baj, hogy ezt nem értem. Meg nem is írja ki, mi a jutalmam, úgymond. Following Sir Richard's... Na várjál már, ez most olyan kincskeresés lenne, hogy valami utalásokból kéne rájönnem, hogy hova kell mennem, vagy ez most mi? Nem értem. Jó, viszont van itt ez a Bavarian lékes cucc. Ő neki... Várjál most, hogy van ez? Várjátok. Find the fastest route from the river to the upper village. Keresd meg a leggyorsabb utat a folyótól a fönti faluig. Ez nem annyira értem, de 100 press is ad. Aha, ez megint csak Gettysburg-ös. Csinálj egy fotót az ágyú monumentumról, szóval erről a emlékműről gondolom. A bejárat közelében, to the right, jobbra, take a photo of the main monument. Ez is ad 100 prestige-t, tudjátok mit? Vállaljuk el. Vállaljuk el. Nézzük meg ezt, mit szóltok hozzá. Kíváncsi vagyok, most már tényleg érdekes, hogy ez így működik. Oda megyünk, ugye itt kellett Gettysburg-ba megcsinálni. Szóval tényleg érdekes, hogy így, tehát így jobokkal már sokkal jobb a játék, hogy nem csak olyan céltalan keresgetés van, hanem úgymond van egy célom. És ez tök jó. Szóval, azt mondta, hogy a bejárattól jobbra, ez a bejárat, bejárathoz közeli, akkor erről kell csinálnom egy fotót. Aha, és jelzi is. Szóval ide kéne álljak. Ó, gyerekek, hát ez teljesen jó. És akkor kamera. Ez így remélem, ez szépen belefér igazából a képbe. M. Return to PDA, és akkor... Jó, ez megvolt. Meg akkor... Volt még valami kira, ugye? Volt még egy feladat, valami... Ne csipogjál. Nem. Vajá. Ó! Akkor... Innen kell csinálni a fotót, nem? Szerintem igen. Na most ez vajon sikerült, vagy nem? Nem tudom. Jobs. Updating website. Igen, az megvan. Take a photo. És akkor take a photo a fő emlékműről. A fő emlékmű pedig gondolom, hogy ez lesz. Szerintem legalábbis. Bár nem jelzi itt a izé. Ott van a kamera. Nem, az nem kamera, lol. Várjátok, én most keresek ilyen kamerát. Nem csipogsz, nem érdekelsz. Ott van, aha. Akkor ez a fő emlékmű. Ó, mondjuk ide állok. Hát nem fog beleférni teljesen, de hát mindegy. Ezt a kamerát amúgy nem lehet valami gyorsabb gombbal előhozni. Na mindegy. És akkor... Vissza, Jobs. Igen. És kész. És megkaptam a... rewardot is szerintem. A 100 prestige-t. Ekkor ez ennyi volt. Jól mondom? Na vajon, visszamegyek és megnézzük. Hú, gyerekek, ez tök jó így. Ez sokkal jobb így. Nagyon tetszik. Eddig is tetszett ez a játék, de így még jobb. Na nézzük csak. E-mail, Jobs, és eltűnt. Nagyon király, és 1800 lett a prestízsem. Akkor így működik. Fasza. Hát akkor vállaljunk még el munkát, gyerekek. Hány óra van most? Mi csak 7:30? Ó, hát akkor... Bőven tudunk még kutakodni. Na, azt mondja, hogy... Ez micsoda? Keresd meg a leggyorsabb utat, a Bavarian Lake, oda legalább ingyenes az út, szóval ez mindenképpen jó lenne elvállalni, és ez is a Bavarian Lake-be megy. Find and take picture Veronica Spicata. Srácok, ezt elvállalom, meg ezt is elvállalom. És ez micsoda? Ez is a Bavarian Lake-nél van. Clean up the Altis area of trash. Meg kell tisztítanom valamit a szeméttől? Jó, tudjátok mit? Ez 1000 prestige-t ad.
Én elfogadtam minden munkát. Itt még van ez. Most ez már el lett, ez most már el van fogadva, így van. Ja, és több most már nincs is itt. Jó, akkor ennyi. Na akkor srácok. Akkor beverjen lék. Utazás ingyenes, végre valahára nem volna tőlem pénzt emiatt. És akkor megnézzük, hogy itt mit kell csinálni. Most az a kérdés, hogy... Ja, persze itt is meg tudom nézni a munkákat. Mert nyomok egy M-et. És akkor itt vannak a jobok. Van ugye ez. Van ez. Ez a take pictures, ez egész... meg mondjuk ez a find the fastest route. Kérdés, hogy ezt hogyan kell megcsinálni. Jó, akkor először megpróbálom megcsinálni ezt. Leggyorsabb utat megtalálni. Akkor map. A leggyorsabb út. Ez lesz a felső falu, mert ugye ott kell fölmenni az úton. Szerintem itt van a hír, ugye innen kell odáig elmenni. Hát a leggyorsabb út az most vagy az úton kell mennem, vagy tényleg egészen ilyen közel itt. Nem tudom ez hogyan működik, most elfutok odáig a faluig, és meglátjuk. Most tényleg nem vágom, hogy ezt hogyan kellene megcsinálni. Aha! Aha! Ó, automatikusan elővette a cuccot. Time trial? What? Most futnom kell? Na várjál! Hát próbáljuk meg! És számol vissza! Egy perc alatt kell elérnem? Úgy gyerekek, akkor jól lenne nem beleakadni mindenféle szarba. Gyerekek, ez tök jó! Hát ilyenek is vannak benne! Ez tök jó, hogy... Jaj! hogy nem csak... tehát nem merül ki az egész a kincskeresésben, hanem vannak ilyen kis minigémek, vagy hogy is mondjam ezt. Igen, jaj, de ha beakadsz te is, te személy, te! Fél percen van, még annyi sem már. Jó, akkor erre. Azaz, fuss Forest! Sőt, fuss a Forestbe, fuss! Hát ez nem lesz meg. De már. De igen! 3, 2, 1! Oh my god! Gyerekek! Fast completed! És megkaptam elvileg, hát ezt most jól lenne megnézni valahogy. A fene tudja, hogy ezt most meg tudom nézni egyáltalán, a presztízsemet jelenleg. Nem ezt akartam. Hát az a baj, hogy nem. Most vissza kéne mennem. Jó, mindegy, gyerekek, hát ez így működik, ez kurva jó! Ez tetszik! Több van ebben a játékban, mint elsőre hittem. Ne már! Na nézzük, miket írogattok közben? Azaz Need for Speed. Igen. Necces volt, de csak azért, mert beakadtam abba a rohadt, nem tudom mivel, abba a láthatatlan barrierbe. Na, szóval, keresd meg és csinálj egy fotót a Veronica's Picata-ról. Jó, akkor most legyen ez. Veronica's Picata. Osz, mi az Isten az? Itt valami jelzi, persze, hogy majd biztos észreveszem. Veronica's Picata. Köszi szépen, osz az micsoda. Tényleg nem vágom mi az. Most nem keresek kincset, hagyjál, ne jelezi detektor. Veronica's Picata. De elvileg gondolom csak jelezni fogja nekem, nem? Ott van, aha, jelzi is, ahogy sejtettem. Fasza. Tehát az így tök egyszerű. Gyerekek, ez így nagyon jó, hogy segít a játék. Veronica's Picata, ott is kell majd fotózni. Jó, hát... Most jól látom be ide? Vajjá, most megint hát, megint pittyeget. Jó, hát megpróbálom így, aztán majd meglátjuk. Igen. Szerintem ez rohadtul nem jött össze. Akkor... Na majd, akkor most még egyszer. Kamera. Még mindig ott van. Hát, hogy fotózzak már? Kamera.
Nem jó ez így. Valahogy nem jó. Az a baj, nem tudom most melyik oldalról kéne fotózni. És mit? Mert oké, ide állok, de most melyik irányba kéne? Várjatok? Most megnézem egyelőre azt, hogy controls. Vagy ezt a kamerát nem tudom elővenni valami, de a V-vel kapásból elő tudom venni. Ó, mindjárt jobb. Hát... Ó, task completed. Most van meg. Jó, király. Na, vissza. Ez nem ez, ez kell. Igen, ez meg volt. Aztán, ugye ott van a következő. Mi van? Eltűnt. Ha várjál már, ez most eltűnt. Pedig ott van a következő kamera. Itt valahol. Na most hova tűnt? Én most szopat? Na várjál. Hogy várjál. Nem. Nem. Anyád. Nem ezt akartam. Mit akartam? Igen. Jobs. Hát én ezt most nem értem. Jó. Ezt most hagyom egyelőre. Visszatérek később, keresek egy másik fotózkodós részt. Ugye van még ezen kívül egy. Ó, szevasz Dragon Keep! Hello, Bello! Ott van a következő fotózó hely. Engedj már fölmenni a hegyre, hát nem igaz. És itt mit fotózzak? Most itt... Hát... Fotózok én mindent. Azt majd csak beadja. Jó, ennyi kellett? Ezt kellett lefotóznom? Tényleg? Ennyi volt? Jó, és akkor az utolsó az pedig ugye ott volt, most visszamegyek, hát ha megint mutatja. És nem tűnt el az a cucc. De jól láttam én, ugye, hogy ott volt, srácok, hát írjatok, hogyha nem. De biztos, hogy ott volt, jól láttam én, hogy ott volt egy kameraikon. Ugye? Ott is, most meg ott van. Nem ott volt? Ott volt? Jó. Hello! Azt mit fotózzak itten? Jó, hát akkor megint csak fotózok én mindent, amit csak látok. Oda egy fotó. Na, adsz valamit? Nem? Jó, akkor fotózunk egy ilyet. Nem? Fotózok én mindenfele? Nem! Anyád! Hát mit fotózzak itt? Lol. Azt nem mondod komolyan, hogy ezt a virágot kellett? Ó, bakker! Hát de virág! Jól mondod, Lana! Hát de virág! A virág! Várjál! Jó, ez megvolt. Akkor ezt a jobsot is megcsináltam. És elvileg megvan az eze. Ugye ezért kaptam volna ezret. Nem, ezért fogok ezret kapni. Tisztíts meg az Altasi területet a szeméttől. Na várjál! Szerintem ez lesz most az. Igen, mert ez csak mellékküldi volt. Ez a főküldi. Tehát az van, hogy most ezt a munkát elfogadtam, és most kell nekem igazából itt kincseket kerestem, úgyhogy visszamegyek a legelejére, hogy ne össze-vissza kolbászoljak, és akkor... A szeméttől, persze, mert tele van szeméttel, szegekkel, meg ilyen nyitókkal, meg karabiner, tököm, akár bicsodákkal, mindenféle szarral, és gondolom, ezt ki kell innen szedni a föld alal. Ma jó kedvem, hogy megjött a szék. Milyen széket rendeltél? Mármint gondolom, hogy gamer széket, de azon belül. Nos, kacok! Tisztítsuk meg a szeméttől ezt a területet. És akkor most már az van, hogy megint ugyanott vagyok, de legalább most már céllal. És persze a Steam kulcs sorsolás még mindig áll. Na végre már. AK Racing 89K. Akkor szerintem neked olyan van, mint amilyen nekem van.
Minden jót kívánok hozzá egyébként. Baromi kényelmes, abszolút megéri a szék. Tényleg rohadt drága, de viszont nagyon, nagyon tartós, tehát nagyon sobabíró. 26 dollárt ér a cucc. Szóval nagyon sobabíró és kényelmes tényleg. Jó, akkor itt most kolbászolunk jobbra-balra. Nem. Az Isten ágya, nézd meg. Hát ez nem igaz. Játékban úgy nagyon nem szeretem, amikor ilyen láthatatlan falakba ütközik az ember, rohadtul utálom. Nagyon illúzió romboló tud lenni, amúgy simán le tudnál ott menni, de nem. Azt mondja a gép, hogy te ott nem mész le. Igen, a gerincnek jót tesz. Na nézzük. Erre, és... Ott van! Nem, vissza. Na nézzük. Lesz ebből SIM kulcs? Ornát lesz szerintem. Hát ez egy gomb. 31 dollár. Tudjátok, aki esetleg most jött be a live-ba, annak mondom, hogy minden egyes ilyen tárgy, ami 40 dollárt meghalad, eléri vagy meghaladja, a következő, ez egyenlő azzal, hogy Steam kulcs sorsolás lesz. Szóval aki akar jelentkezni, azért mindig megteheti. Ugye a felkiáltójel tombolával tud rá jelentkezni. Miben akadtam itt már megint be? Mi az Isten van itt? Figyelj már, erre nem is sok menni? Akkor erre. Nem, vissza. És itt. Itt. Ott van. És ott van valami! Gyerekek, ez értékes lesz. Ebből Steam kulcs lesz. 48. Az előbb is ilyet találtam. Na jó van, gyerekek. Hát akkor olyan régen volt már a Steam kulcs sorsolás, most megint pittyeg, de egyébként megint ott vagyok, és ugyanazt találtam volna meg. Most elég olyan feelingem van, de mindegy. Akkor srácok, tombola. Na nézzük. Összesen van 23 eddig. Srácok, egyszer elég beírni. Tehát attól, mert ötször beírjátok, fölösleges. Mert mindenki csak egyszer vesz részt rajta. Illetve, aki fel van iratkozva a csatornámra, tehát feliratkozom és nem csak követőm itt Twitch-en, az háromszoros eséllyel indul, ahogy ez szokott lenni. 27-en vagyunk, várok még egy 30-ig. Hát, ha valaki még lemaradt, vagy telefonról ír, vagy nem tudom. 29, és amikor eléri a 30-at kapásból, már sorsolok is. Na, még egy ember kell. Most ilyenkor azért nincs hangja a játéknak, mert ha lerakom tálcára, akkor a hang is elcsöndesül. Na 30, most van meg a 30, sorsolok, kuposztó 33. Kedves kuposztó 33, mindjárt mondom neked, hogy mettől meddig írj egy számot a chatbe, de várjál picikét még, kitörlöm az előzőt, mert ott maradt. Szóval, hol van? Másodperc, tehát 0-tól 192-ig írj nekem a chatbe egy számot, kuposztó. Kuposztó, ha nem vagy itt, akkor új sorsolás lesz, várok még egy picikét. De írtál, 69. De szeretitek ezt a számot, vajon miért? Na, a játék címe, amit nyertél, az a Warhammer 40.000, 2. Dawn of War 3. Fogalma nincs milyen játék, de elég ígéretesnek tűnik a címe, úgyhogy rád írok privátban, és küldöm a kulcsot. Parancsolj, jó szórakozást a játékhoz, remélem tetszeni fog. És akkor ezt már ki is húzom, mert ez már nem kell. Delete. Jó. Erre ráfrissítek. Így van, ezt vissza, háromszorosra. És akkor megy tovább a játék. Oké. Na.
Akkor gyors válaszolok, barna 0917-nek, Csabi, mikor lesz AVM? Egy, amikor lesz kérdéseket nem nagyon szeretem, de most válaszolok neked, akkor, amikor lesz egy olyan pálya, amit szívesen bemutatnék videóba. Mármint olyan jó minőségű pálya. Ha nincs pálya, akkor nem tudok videót csinálni, érted? Ez tőletek is függ. Ott a következő. Igen. Na nézzük. Hát ebből nem lesz tombol a gyerekek, ez megint csak egy ilyen szaros szög. Jó, köszönjük szépen. Na hol voltam a PDN szerint és hol nem? Megvan a izé cucc, gyerekek! Hát megvan a cucc, nem ezt akartam, ezt akartam. Cleaning up! Ja nem! 1/5? Aha! Hogy ez már ilyen? Ja értem, szóval akkor az van, hogy a térkép szerint szerintem az van, hogy visszamegyünk a mapra és szerintem egy területen belül, tehát el van ötöd, tehát öt felé van osztva ez az egész terület. És szerintem az első terület meg lett tisztítva, az első szakasza úgymond, és akkor majd most kell találnom majd még valamit egy másik területen, és akkor azt is meg kell tisztítanom. Gyors, itt még körbejövök, mert itt az előbb nem voltam, azt hiszem, vagy voltam? Vagy az még az előbb volt? Nem tudom, mindegy. Ja, akkor szerintem ez így működik. Gyerekek, ez tök jó így. Tök jó, hogy vannak feladataim. És nem csak úgy keresem a kincset, a kb. A semmiért igazából, mert így viszont van értelme. Ez tök jó. Ez tök jó. Jaj. Gyerekek, ez megint az a... Megint az a buta hely. Vagy nem? Nem. Vagy sem tudom. Ott van. Köszönöm szépen a követést Jankó Pepének, Keannak, 95013-nak. És ja, többiek pedig már voltak. Megint szeg. Ték, 1 dollár, köszönöm. Lana írja, amúgy ha egy sorsolás lement, ilyenkor megint be kell írni a tombolát, vagy a rendszer, vagy még mindig benn vannak a nevek. Nem, ilyenkor az van. Amint megvan a sorsolás, odaadtam az illetőnek a kulcsot, elküldtem neki, utána ráfrissítek erre az oldalra, és nullázódik. Tehát onnantól kezdve ismét be kell írni. Tehát olyankor a frissítésnél eltűnnek a nevek, és ismét be kell írni a felkiáltójá tombolát. Szóval az majd a következőre lesz érvényes. Igen. Hunor MCYT, köszönöm szépen a követést. Na. Szerintem... Nem. Nem. Nem, ez még jó. Na. Hol vagy? Gyere papához. Hol vagy? Hát paszki! Nem, nézd meg, nincs itt. Aj. Hol vagy? Hát, eltávolodtam. Néha olyan gyorsan eltalálom, hogy hol van a cucc, máskor meg itt szerencsétlenkedek, pedig itt vagyok a környékén. Hol van? Most megint... Merre vagy? Ezt nem értem. De itt van valahol? Ott van, na végre már! Oh, de ne is szülés volt! Feel satisfying ez a hang. Igen, Lacorka? Hát, nem tudom. Na nézzük! Jaj, jó. Nem baj. Most még ennek is örülünk, mert legalább halad előre. Már 3/5. 3/5. Nem is figyeltem, mikor lett 2/5. Lol. Jó, mindegy. Már csak 2 ilyen szart kell megtalálni. Igen, gondolom a szemétnek számít a szög. Szemétnek számít ez a nyitó. Meg szerintem az a karabiner, vagy micsoda.
A pánt, az is. Na? Ott van. Na. Na ez például, erről beszéltem. Ez is kacatnak minősül. Igen, mindjárt írja, szerintem. Így van, 4/5. Akkor viszont rendes a játék, hogy nem várja el, hogy most az egész környék összeszemetét összedjem. Elég csak párat. És akkor azzal már megvan a küldetés, úgymond. Ez azért így korrekt, szerintem. Vissza. Nem. Itt lesz. Vissza. Nem, itt. Ott van. Igen. És az egy gomb lesz szerintem ez, vagy ez nem gomb? Pénzérme? Ez egy gomb lesz szerintem, az gomb. Ez nem tudom mennyire számít szemétnek, szerintem nem annyira, mert ez 25 dollár. Na, itt a következő. Wow! Gyerekek, hát miért nem megy ez mindig ilyen gyorsan? Igen. Igen. Na nézzük. Ez is szemét. És akkor megvan az 5/5-ös szemétgyűjtés akció. Király. Na nézzük. Köszönöm. Cleaning up. Kész. Gyerekek. Haha. Teljesen jó. És akkor a jobs el is tűnt. Fasza. És akkor ennyi volt. Mehetek vissza. Jó. Hát akkor gyerekek. Na. Lép már ki. Akkor return to office. És elvileg megkaptam az 1000 prestist. Szóval, ha minden igaz, akkor most már meg lesz a következő szintem, a második prestige szint, úgymond. Nézzük meg. Aha, prestige increased. Ez megvolt. Ez megvolt. Kettes lettem, gyerekek. A következő 9300 kell összesen. Az nice. Viszont meg tudom venni. Gyerekek, a második szintűt 120-ba kerül, és van 708-am, már is. Equip. Igen, és lecserélte az előzőt, ugye most akkor azt otthon hagyjuk, és akkor most már elvileg ki fogom tudni a Bavarian Lake-be szedni majd azt a cuccot, de várjunk, újabb munkák. Igen, ez is ad 1000 find treasures, jó, hát ezt elfogadjuk, egyértelmű. Ja, és ilyenkor már más nem tudok elfogadni? Nem. Akkor csak ezt az egyet tudom. Vagy mi? Ja igen, ez van most. És akkor megint elmegyünk a Bavarian Lake-be. Gyerekek. És akkor itt kell kincset keresnem. Viszont most azzal fogom kezdeni, hogy elmegyek ahhoz a hülye fához. Szegény fa, jól lehülyéztem. Szóval elmegyek a hülye fához, és szegény, megint lehülyéztem. És megkeresem azt a rohadt kincset, amit nem tudtam ugye eddig kiszedni onnan. Mert nem volt hozzá jó a detektorom elvileg. Vagy pedig bugolt. Majd kiderül. De szerintem egyébként tényleg a detektortól függött, úgyhogy most oda megyünk egészen. Ez egész a végén volt. Mármint nem úgy a végén, hanem ennek az útnak a végén, ahol elkanyarodott. Valahol itt. Ugye ott a pihenő ott van. Egész ott. És a pihenő meg a fa között volt. Elvileg mindjárt be is fog jelezni. Nem! Mi van? Nem. Most nincs semmi. Ó, de szar. Jó, de nem baj. Lényeg az, hogy előre haladtam végre. Akkor keressünk tényleg most már ilyen kincseket. Lehet, hogy most már ezzel amúgy értékesebb cuccokat fogok találni. Viszont ha ez így van, akkor az a 40 dolláros Steam Cool sorsolós dolog. Hát lehet, hogy nem lesz annyira reális. Ah, itt már pittyeg. Na. Na.
Na ne! Ezzel is azt csinálja? Gyerekek! Ez már jobb készülék, másképp is néz ki egyébként. Na ne csezd meg, hogy ezzel is ezt csinálja. Kizárt dolognak tartom, hogy még ennél is jobb kell ide. Aj, ne már! Bari, a fára foglak fűteni téged mindjárt. Még hogy fönn a fán. Gyerekek, ez szar! Á! Eddig növekszik, és itt megáll. Bármere megyek, innen már csak csökken. Hát ez így nagyon nem jó. Akkor ezt nem értem. Ez lehet, hogy tényleg bug lenne egyébként. Elképzelhető? Vagy még ennél is jobb kell hozzá? Nem értem. Jó, várjunk, akkor viszont leszarom ezt most. Azért ezt csak végignézem ezt a partvonalat itt. Hát, hogy itt is van még valami. Á, nincs. Akkor viszont ez fölösleges volt. Persze itt megint nem tudok fölmászni, ugye? De igen? Nem. Nem. Megint. Ez megint az. De eddig megy csak. Aj, de idegesítő ez. Ez miért csinálja? Ennek utána kéne járni is, kacok, mert ez így nekem nem... nem jó. Nem tiszta ez. Főleg, hogyha ez is kell ahhoz, hogy ez a küldetés meglegyen. Ez mi volt? Na jó. Már össze-vissza kolbászoltam, és akkor eljövök erre. Na, bejelezel. Még ma. Esetleg. Itt nincs semmi. Itt nincs semmi. Jó. Oké, akkor... PDA. Igen. Akkor viszont most eljövünk erre. És akkor innen ezt a szélét fogom átvizsgálni. Itt már jelez, és... Na végre! Ó, nem már! Na így. Így már jó. Igen, és... És egy kacat. Na de viszont ilyet nem találtam még. Azt hiszem. Ja, ez egy bilincs. Ez egy bilincs. Gyerekek! Ez már értékes lehet szerintem. Igen, 13 dollárt ér. Na azt mondja, mit is ír itten? Azt mondja, 18. vagy 19. századi Európából van. Valami ilyesmit jelent. És a kőkorban használtak először ilyet. Ezt jól értelmezem vajon? A rabok lábára tették? Vagy mi volt? Valami ilyesmi. Jó, gyerekek, hát találtam egy bilincset. Na ilyen tárgy eddig nem volt még. Úgyhogy innentől kezdve úgy látszik újabb cuccok is föl fognak bukkanni, és 1/5. Szóval akkor tényleg kincsnek számított. Aha, itt a következő. Viszont akkor én ezt nem is fogom teljesen körbenézni ezt az egész területet, srácok. Maximum akkor, hogyha majd nagyon kell a pénz valamire. Mert akkor most már arra fogok rágyúrni, hogy mindenképpen jobokat csináljak. Tehát én munkákat vállaljak el. De hol van itt a cucc? Ott van, ott van, ott van! Kuposztó, én már elmondtam neked, melyik játékot nyerted, én már nem tudom, mert kitöröltem a listából. De egyébként, ha beaktiválod a Steamen a kulcsot, akkor onnantól kezdve te is láthatod, tehát most azt neked kell jobban tudni. Én azt nem tudom neked elmondani. Srácok, itt egy ilyen cucc. Kincs! Ez egy nyílhegy! Oh yeah! Méghozzá acélból van. Hát itt fémet ír, de itt meg acél, mindegy.
ezt annyira nem annyira értem. Jó, mindegy. És akkor most 2 per 5. Így van, 2 per 5. Nagyon király. Jaj, de jó így játszani. Köszönöm a követést Kajari Bálintnak, vagy Kajari Bálintnak. Ja. Illetve köszönöm Marci0331-nek, illetve Nitro Stevie-nek. Na nézzük. Följövök erre a pupra. Meg erre a pupra is. A pupa nincs semmi. Potty. Olyan, mint hogyha itt most ritkábbak lennének a kincsek egyébként. Vagy nem? Nem, biztos, hogy ritkábbak, mert... ennyi időt meg kellett volna találni valamit, viszont ott még nem voltam, oda visszamegyek. Ne hagyjunk ilyen üres foltokat a izén. A pályán. Mi üvöltözik itt már? Hát nem igaz. És most itt vagyok, de hát itt sincs semmi. Jó, akkor még kicsit eljövök erre. Hát ha. De nem. Jó, akkor visszamegyünk. Attila Keller, köszönöm szépen neked a hostot. Igen, elég picike lándzsa hegy, igen. Egerek küzdöttek vele, Bari. Valószínűleg így volt egyébként. Bár ez nyíl hegy, de nem baj. Gyerekek, hát sehol semmi kincs. Itt ilyen ritkán vannak. Vagy ez most már ilyen lesz, hogy egyre ritkábbak lesznek a kincsek? Merre van ez? Haló? Haló? Nem? Akkor erre. Igen. Itt lesz a kincs. Itt lesz a kincs. Gyerünk már. Ott van. És nézzük meg, itt mi van. Kincs vagy nem kincs? Vagy szemét? Ó, egy újabb cucc. Ez megint micsoda lesz? Na nézzük csak. Identify. Jó, lefújom. 13 dollár. Ruined doorstop. Ja, hogy ilyen ajtókitámasztó cucc. Ó. És ez honnan van? 20. századból. A célból van. Hát igen, ez egy elég modern cucc. Meg is lepődtem volna, hogyha valami régebbi cucc. Milyen tök jól néz ki egyébként? 13 dollár értékű. És akkor 3 per 5-re növekedett így mindjárt a megtalált cuccok. Így van. Száma. Ami nekem tök jó. Na de hol a következő? Fenébe. Egy pillanat, iszok vizet. Na. Márjunk, hogy is voltunk eddig? Térképen? Ó, hát ezt kihagytuk. Ezt a részt. Igen. De itt nincs semmi. Hát mondom, nagyon ritkák ezek. Akkor átmenjünk oda. Így sincs semmi, nem már. Akkor oda. És semmi. Mondom én, sokkal ritkábbak. Lehet, hogy összesen van 5 darab a pályán? Ilyen kincsből? Az akkor úgy szép lesz, mire megtalálom őket. Na, most végigjövök itt, aztán majd meglátjuk. Igen. Mondom, hogy ritkábbak. Sokkal ritkábbak. Nem fog elfér... Most komolyan? De. Igen. Igen. Ott van. Ott van. Vissza. Ez az.
És akkor... Az ott megint egy új cucc lesz. Ez egy kampó. Ó! Hook kapitány elveszette a kezét. Szegény Hook kapitány. Na, fújjad már. Mindegy, 13 dollárt ez is ér, és viszont egész jól néz ki. Jó, oké. Akkor már csak egy darab kell. Így van, 4/5. Igen. Igen. Itt lesz. Ott van. Gyerekek. Ki jött most a PUBG-val? Hogy jön itt a PUBG? Nem is értem. Amúgy. Szabasz, Hunor. Na, gyerekek, az újabb kincs. Akkor megvan az 5 darab kincs, megint egy nyílhegyet találtam. A 16. századból van. Az úgy nice. Az elég régi. Egy nyílhegy. Jó, gyerekek. És akkor megvan. Nem fogok most tovább kutakodni. Úgy is van. Nem akarok tovább kutakodni, mert vége. És nem ezt akartam. És igazából megkaptam azt a 1000 cuccot, úgyhogy most megnézzük, hogy mi van odakint. Még ha be tudom zárni ezt a mai napon, össze-vissza kattingatok, és akkor return to office, yes. Igen, Bali, Egér. Egér nyílhegy. Nézzük. A presztízsem, és növekedett valóban, megkaptam az 1000 presztízst, és akkor a következő feladat az ez lesz. Bavarian Lake, Slovakian Valley, Location Unlocked. 1000 Prestige. Slovakian Valley, Szlovák Völgy. Ez azt jelenteni? Illetve van még ez a Find the Pickelhaube. Ez nem tudom, ez a Pickelhaube. Viszont srácok, ez már a következő részre fog maradni. Oké. De ezért most elfogadom. Illetve, várjál. Nem, fenéket, ezeket még azért eladom. Vagy eladjam? Vagy ne adjam el? Nem adom még el, megmondom miért. Mert ha nekem később kitalálják, hogy kell valakinek innen valami, és nem lesz nálam, akkor az nekem olyan rosszul fog esni. Jobs. És most nincs is több job, csak ez az egy. Úgyhogy akkor accept. Jó. Több munka. Ó. Ja, ez volt most, igen. És akkor igazából ennyi. Na jó van, skacok, akkor ettől a ponton fogom folytatni majd, amikor ezt a játékot fogom folytatni, a következő alkalommal. Holnap ismét várható live, hogy milyen live, azt ne kérdezzétek, majd még kitalálom addig, de lesz valami, szeretnék mindenképpen így hétvégére, úgyhogy majd akkor találkozunk. Ne felejtsetek el, hogy ez a videó majd fönn lesz, illetve ez a live fönn lesz videóként a vlog, illetve a VOD csatornámon, illetve még az előző csetettem föl, pedig fönn van már több, csak nem lett még nyilvános, úgyhogy még azzal is jövök nektek, illetve minden elérhetőséget megtaláltok ott lent a paneleknél. Ha feliratkoztok a csatornámra, akár ide, akár a YouTube-ra, azt én megköszönöm, illetve bekövettek, azt is nagyon szépen köszönöm, egy pár helyen ezt meg tudjatok tenni. Na, szóval akkor még egyszer köszönöm szépen a figyelmeteket, további szép estét mindenkinek, sziasztok!